A jó reggel Vietnám, üdv a csatornán, kiperi arcadi következő családos farming szimulátor 19 milliárd euró kihívás és videós sorozat következő részével, ami hát igazából nem is a következő, hanem a következő utáni rész, de lehet, hogy azt kellett volna csinálnom már, mint így, amiközben csináltam, akkor így eszembe jutott, hogy ezt így fel kellett volna vennem, amit gameplayen kívül így működtem, mivel azért kiadott volna egy részt, egy ilyen timelapse-be így összefoglalhattam volna. Hát gyerekek, annyit melóztam, egy komplett részben nem melózok annyit, mint gameplayen kívül lassan már. Jó, nem mindig, de most igen. Büszkék lehetnek rám, figyeljetek. Az összes tojásos doboz itt van, az ólagból, ugye? Mivel amikor már raklapban nem tudja rakni, akkor leszórja a földre, na, az összes ide van hordva. Az összes raklapos tojásos cucc ide van hordva. Ide van hordva egy csomó üres, és az összes ólagban van 2 darab üres. Ami még csak a kezdet, mivel, várjatok, még nincs vége, el tudjátok képzelni, hogy ez meddig tartott. Igen, tud autólóra a sportkocsi tojásos dobozt felszedni, de onnan nem. Nem tud olyan méről, szóval az összeset ki kellett egyesével szórnom, hogy számoljátok meg nagyjából, hogy körülbelül mennyi lehetett ez. Hát nem 2 perc volt, az biztos, bár mondjuk timelapse-be se lehetett volna nagyon érdekes az, hogy tojásos dobozokat szórok 3-4 órán keresztül. Ide hoztam az összes gépet, kivéve a hamstert, a fentet, meg a kaszát. Úgyhogy azok is itt vannak. Úgyhogy igen. Szenvedtem mind a pilátus macskája gyerekek büntelenül, de legalább egy kicsit rendben most már a telepen. Eladni nem akartam ezeket a dolgokat gameplayen kívül, mert akkor megmondjátok, hogy hát lehet, hogy nem annyit adtam el, meg nézői, meg csalók, mert mindig jönnek olyan kommentek, hogy csalók ebben a gameplay sorozatban, azt krattú nem. Na, várjatok, mit akartam mondani? Ja, hát akkor adjuk el gyerekek. Ugye ez a pótkocsi, ez nagyon jó, mert ugye tudod váltani, hogy mit akarsz felszedetni vele, figyeld, bájtod, hogy tojásos dobozok, és várjatok, úristen, valamit elfelejtettem megnézni, hogy mennyiben fáj a tojás, úristen, remélem, hogy 5000 fölött van, akkor eladjuk mindenképp, el akarom adni, mert ne legyen itt az a baj, hogy ugye lagoltat is ezzel, 5600 gyerekek, nagyon jó, második értékesítő állomás. Az meg pont itt van, ugye, hát azaz. Hát, ez nagyon jó lesz nekünk, meg gyerekek. Igen, szeressük fel vele az összes, most tojásos dobozra van állítva, nyomunk egy út, és akkor összekapja az összeset, és akkor eladjuk, meg az összes tele raklapot is eladjuk, mármint belőle a tojást, ne legyen itt, nincs rá szükség, oda nézzetek gyerekek, ki Jézus. Képzeljétek, ezt minden egyik ki kellett szórnom egyesével ebből a rohadt old rendszerből. Oké, gyerekek. Meg arra gondoltam, hogy egy ilyen challenge-et csinálunk ebbe a részbe, tehát egy ilyen challenge-en belüli challenge-et megpróbáljuk ebbe a részbe teljesen elvetni, és teljesen aratásig megcsinálni ezt a földet, amit igazából soha nem sikerült, legalább 2-3 részen keresztül dolgoztunk ezeken, de most már vannak nagy gépeink, úgyhogy meg tudjuk ezt oldani. Egyébként magátos dobozos felszedés, az tök jó lenne, kár, hogy nem tudom, valaki tudja, hol kell átírni, de akkor konkrétan írja le, légy szíves, hogy milyen fájt, hogyan nyissak meg, hogy messze, úristen, hogy messzebbről tudja felszedni a tojásos dobozokat ez a pótkocsi. Mert akkor az tök jó lenne, mert akkor nem kellene raklapoznom, értitek? Akkor felszedetem ezzel, Isten veled, el tudom vinni. És akkor nincs az, hogy raklapokat kell pakolgatnom, hanem egyből föl tudom szedni onnan, értitek? Oda betermelődik, fölszedi a keeper, és... figyeljetek, ott van még 3 darab, azt föl kellett volna szedni, bár itt nem valószínű, hogy föl tudok menni. Legalább az sem marad ott. Hehej, az már mióta van ott, körülbelül 50 rész óta, mi gyerekek? Na mindjárt itt megpróbálok föl, kapadni, azt akkor... Ne, hallod, jaj, de hülye volt a gyerek, hát de legyél hülye keeper. Nem mondod, hogy fönnakadtál. Ugye nem akadtunk föl. Gyerekek, fönnakadtunk, és innen akkor ki kell mozdítanunk. Mit akartam mondani? Most meg földöntöm. Hallod? Ezért a 3 doboz, az a 3 doboz, nem hiszed el, hallod. Most ezt komolyan mondom, én nem, megőrülök. Gyere már le onnan, te ural. Ott meg tábla van, kriptonit tábla, 2 kriptonit tábla közé sikerült ide beállítanom, hát persze azért 3 dobozért érdemes volt itt nekem 4 órán keresztül küzdenem, de egyébként nem 4 órán keresztül. Én ne haragudjatok, egy kicsit föl vagyok pörögve, elmentem az előbb a kútra, aztán benyomtam egy jó kis feketét, egy kávét egyébként, igen, nagyon jó volt. Jó, egyébként ma veszem fel ezt a részt, remélem, hogy ma felkerül még,
Nekem ilyen 11 óra 45 van, az a baj, nem is a izével van baj a feltöltése, a sebességgel, hanem a YouTube újabban olyan rettenetesen lassan dolgozza fel a videókat, ezért kell mindig egy nappal előre dolgoznom, és ez tök idegesítő tud lenni. Na, ide kellett hozni, hát ezt próbáljuk meg úgy lerakni, hogy instant bekerüljön, szóval ne az legyen, hogy itt nekem szórnom kell egyesével ezeket a domozokat, mert akkor szerintem így megőrülünk. Úgyhogy próbáljuk meg azt, hogy elég jól beugrassuk az összeset. Tehát egy kicsit hosszú ez a pautkocsi. Na, ez hogy is van? Ugye akkor kell nyomnom egy B-t, és ugye tudjuk állítani, hogy tudtuk állítani? Így tudjuk állítani. Még egy picit hátrébb megyünk, hogy az összes nagyjából kerüljön bele, és akkor lerakás. Úúúú, gyerekek! 142 ezer, ez csak 142 ezer volt, de viszont most meg fölvetetem. Hogy neke? De viszont ja, hát igen, ez nem olyan sok doboz volt, ugye a nagy része az izébe került. Vedd már fel, gyerekek, mondjuk az azt szórakozok, hogy azt felvegye, hát rosszabb az. Nem, nem ezt kellett volna meg, ezt. Várj, ezt, és... Ó, ne oda rakjad, Úgy, és akkor... Úgy. Jó van gyerekek, azt berugdosom kézzel, mert mindjárt megőrülök. Add már, figyelj, hallod, nem adja el. De miért nem adod el? Néhányat miért nem ad el, hogy mi történt? Ez mi túl messze van? Az eladási portban egyik túl messze van. És képzeljétek, meddig tartott érekem ezt így izé pakolgattam egyesével, hát majdnem megvadultam. Te kellett volna belőle csinálni egy ilyen gameplay sorozatot. Jó, hát ebből nem gazdagodtuk meg, de még ott vannak a raklapos áruk, azt is ki el kellene hoznom. Úgy talán el tudunk forrulni, nagy gazda, aztán majd kihúzza magát. Nem, pont jó volt. Jó gyerekek, itt jó elcsesztem azt a területet. Mi először itt voltak a tyúkólak. Jó, megyünk vissza, eladjuk a második adagot, és egyébként ma sorskártya nap van, amik igen, nagyon, az a baj, hogy eléggé megosztanak a vélemények. A kriptonit táblás rohadt életem vágta meg gyerekek, hogy egy milliméter, hanem bele akar a fatáblába, és komolyan mondom ezeket, be akartam rakni egy olyan sorskártyát, hogy jönnek a tesók a faluba, aztán leszedik az összes. Mi, hogy is hívják odat? Ja, meg a föld alatti fák, ezért több adul meg a képről, de nagyon durván. Ja, egyébként, na, mit? Elkezdtem mondani, egyébként belekezdek mindenféle mondókába, aztán mindent így elfelejtek így végigmondani, mert pörgök, mint a trágyaszorul. Azt akartam mondani, hogy igen, október 23 van, úristen gyerekek, 5 napja volt a szülinapom egyébként, nem 6 napja. Nincs valaki olyan, akinek október 17-én van szintén a szülinapja? Ilyen ilyen összekevert ikertesó vagy valami, tudjátok, lehet a kórházba ott hagytak bennünket, és akkor kicserélték minket, lehet, te vagy a keeper, én meg vagyok a Tóth Balázs, érted? Soha nem kellett tudni, na! Hát az mondjuk az érdekes lenne, milyen kemény lenne, nem így kiderül, biztos, hogy van ilyen, higgyétek el. Akkor azt kellene csinálni, hogy be kellene ezt állítani, hogy sima palic, igen, és akkor már szedheti is, és akkor eladjuk ezt is. Úgy né, jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hurkai az asztalat. És akkor lesz egy kis pénzük, egyébként a pénzt egy dologra szeretném elkölteni, nagyon másra nem is, mindjárt is elmondom, hogy mire. Földvásárlás. Meg akarom venni 41-es földet mindenképpen, hogy legyen egy kis tőkénk, legyen egy kis tőkénk, nem tőkénk legyen, hanem egy kis területünk, ahol majd nagy üzembe tudjuk csinálni a bauzart, meg az árpát, a tyúkoknak ugye. Meg igazából azért kellene pénz, hogy megvegyük a maradék birkát, és igen, valaki mondta, hogy kellene olyan ivós játékot csinálni, ahol a kecskét mondok a birke helyett, akkor mindig legyen egy, kelljen inni. És akkor jó, hamar berúgnánk. Valaki írta. De egyébként tényleg összekevertem, így, itt van egy ilyen vetőkő. Összekevertem, és van, mindig kecskét mondok a birke helyett, tehát bocsánatot kérek érte. Mit akartam mondani? Mivel kezdtem el? Baza, mit kell? Ja, október 23-a van, igen. És ma veszem fel a videót, és remélem, hogy ki tudom ma rakni, mert képzeljétek el, hogy a YouTube újabb olyan rettenetesen hosszú ilyen feldolgozási időt csinál, hogy az varító tud lenni. Hát remélem, ilyen messzi elrakja, vagy mindjárt kiderül. Ezt is jó, be kellene oda passzítanom. Az a jelek közé valahogy be kellene csumasztanom, és akkor talán nem lenne olyan rossz. Na, B, és akkor jó, menjünk ki oda. Remélem, hogy addig el tudja rakni. El tudja, és akkor próbáljuk meg a jelek közé rendesen. És akkor kirakodás.
Na, hát ezekben már mindjárt több idő volt. Ezekben mindjárt több anyag volt, oda nézzetek, gyerekek. Jó. Itt vannak problémák. Úgy látom. Vannak itt gondok, gyerekek. Hát még csak a fele került rá, ugye. Itt van egy kis gond. Itt van egy kis gond. Itt van egy kis gond. És az a durva, hogy nem tudom miért, de egyszerűen van, ahol nem akarja kirakodni, érted? Vannak olyan pontok. Hát de jó van, most ennyi bajunk legyen, gyerekek, hogy nem instant kapjuk meg a milliókat. Egyébként a tojás még mindig azt mondom a legnagyobb üzlet, de én van egy olyan érzésem, hogy a birkák azok jóval nagyobb üzletet fognak nekem jelenteni, mert a birka nevelés az még egyszerűbb, és ugye ott meg az is tök jó, hogy instant raklapra rakja az árut. Tehát nem kell neked itt a hurcolnak pakolgatnod a raklapokat, hanem a raklapra lesz kirakva. Tehát nem kell állandóan ezzel vinkódnod, hanem szépen felszedeted, elviszed, érted. Nincs az, hogy jaj, utána vissza kell vinni az üres raklapokat, kell bele üres raklap, vagy pedig tojásos doboz van, csak aztán az meg lószar fér bele a dobozba. Egyébként a tojására fölmen, gyerekek. Úristen, hallod? Tudod, mennyire láttam a izébe? Nem is tudom, Spárba vagy az Aldiba? 1500 forintért láttam 10 darab tojást, hallod? Valami infláció? Nagyon durva, gyerekek. Háborúra van fogva. Úristen, még a tyúkok is szerintem stresszben vannak, aztán izé nem tudnak tojni most a háború miatt. Az rettenetesen drága most a tojás. Hát hihetetlen. A tyúkok is megérezték ezt a hatalmas háborús helyzetet. Tudom egyébként mindenre kihatással van, mindenre, de én nem akarok... Jaj, politikában nem akarok belefolyni, mert nagyon cudar világ lesz. Egyébként majd az Orbán Viktor a idejébe. A Zalaegerszegre. Itten vereti. Olyan biztonsági izéig vannak, készületek vannak, gyerekek, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Bármint ilyen a Zalaegerszeg felé menő útszakaszon, hallod? Bemenő útszakaszon mindenkit kiszednek a rendőrök, és minden autót ellenőriznek, hogy mi van benne. Mindenkit? Most azt add össze, hogy mindenki? Akkor mennyire félhet a csávó, hallod? Akkor mennyire félhet a csávó, hogyha ennyire be van parázva? Figyeljetek, ezt szerintem itt is hagyom, mi a szarnak? Jó, van, jött egy 2 millió azért, ugye? Egyébként azért volt 20 000-rel több pénzem, amikor ugye beléptem, mint amikor kiléptem ezelőtt, mert eladtam a... Mindjárt mutatom, hogy mit, mert hát, hogyha azt hiszitek, hogy tényleg csalok, és nem akarom, hogy azt higgyétek. Itt voltak ugye ezek a tárolók, amikor meg lehetett tölteni a dolgokat, na azokat eladta a keeper. Na, itt meg ugye csak a kasza maradt, a hamster, meg a fent, úgyhogy semmi más. Jó. Úristen, láttam egy ilyen drusbát a izébe. Képzeljétek el, a bolhapiacon voltam szombaton, nagyon durva volt. Na, mit kellene csinálni? Neki kellene állni, vetni, meg mindenféle jeles, sorálatos dolgot. Hú, várjátok, hol vagyunk? Hol vagyunk? Már bele vagyok keveredve, annyi minden van itt, hogy őrület. Na, itt van ugye a Challenger, amivel el kellene kezdenem nyomni a popot. A Challengerrel. Figyeljetek, van egy ötletem, hogy ezt a földet hogy fogom megmunkálni. Most már ugye hosszabb így. Tehát akkor érdemesebb lenne így járatni rajta a gépet, mint hogy keresztbe, érted? Mert igazából mindig hosszába kéne dolgoztatni vele, annyit kéne csinálni, ja, és át kéne állítani. Búzára, az hadd menjen, és már is nyomjuk neki, mint az őrültek, gyerekek. Csak annyi, hogy kellene csinálnom itt egy fordulókört ezen a végén a földnek. Na, egy ilyen challenge van a Challengerrel akkor, hogy meg kéne próbálnunk eljutni. Úristen, mekkora ez a gép, gyerekek, mekkora ez a gép. Te Jézus Mária, hallod? Ez nagyon durva. Ezen a földön még nem használtam ezt, de most így meglepődtem egy kicsit. Oké, B, V, aztán már mehetünk is, skacó. És ugye ez eléggé lapos ez a föld. Nem úgy lapos, nem a lapos földhívők, ne kezdjenek erről örülni. Ja, meg a Viktorra visszatérve, gyerekek, lezárták, mert egyébként ilyen avatni jött, egy mincenti, hát ilyen múzeumot, egyébként mi is dolgoztunk be ott, ugye az én cégem, ahol dolgozok, mert nem az én cégem, hanem ahol dolgozok, az a cég is dolgozott be, és fú, nem akarok erről nagyon beszélni, így belefolyni ilyen anyagi dolgokba, de olyan horribilis összegek folytak ott el, hogy azt el nem tudjátok képzelni egy ilyen, arról nem is beszélve, hogy a Mészáros Lőrincnek a cége csinálta az egészet, jó, nem, tényleg nem akarok politizálni, de ez annyira
szörnyű gyerekek, hogy, hogy már saját magam tapasztalom, hogy mekkora ideig van, mekkora pénzlopások vannak így az országban. Na mindegy, tényleg hagyjuk a politikát, csináljunk inkább a meló gyerekek. Hát szerintem ez így jó lesz. Oké, és akkor annyit csinál a Keeper, hogy ezt lehúzza vissza, és akkor megindítjuk hosszába. Mert miért ne? Jó? Szerintem egykor a helyen talán csak meg... Egyébként tolardva ez nem igen tudna megfordulni. Mi gyerekek? Mekkora izé, mekkora hosszú ez az egész hóbelebanc. Jó, leengedjük, aztán már húzzuk is visszafele ezerrel. Halori, azért ezzel a vetővel azért hamar el lehet vetni. Mivel kezdtük régen, gyerekek, ilyen pici izékkel? Az a pici, nem is tudom, Venstar, vagy Windenstar, vagy nem is tudom. Tudom, tudjátok, hogy mire gondolok, az a pici 9 méteressel. Na most egy kicsit úgy jobban csúszik a dolog. Ja, úgyhogy igen, 23-a van, úristen. És képzeljétek, tudjátok milyen durva? Mindig elfelejtem, hogyha ünnep van. Nem azért, hogy nincs olyan magyar érzületem, hogy én az október 23-át elfelejtsem, mert tudom, hogy miről szól, meg minden. Csak nekem a memóriám olyan szar, hogy mindig elfelejtem az ilyen dolgokat. Erre elindultam a Spárba. Szomszéd faluban van egy Spár. Hát, zárva volt. És tudjátok, mit csináltam? Megláttam a Family Frostos kocsit, aztán mind az üldözés, és ilyen izében, ilyen, nem ezik? Milyen üldözés, ilyen... Na, hogy oda, hogy fogok beállni? Most ilyen autós üldözést így végeztem vele. Na, az a tábla az nem nagyon van ott izében, útban mi is látszik. Hát itt mi a szart fogok én csinálni ezen a részen, azt még nem tudom, de mondja, nyomunk egy izét, próbálom levetni ezt a szélét, lehet, hogy ki kellene hoznom inkább az izét, a másik csodát, ugye. Próbál a Keeper, de nem nagyon jött össze a mutatvány. Hát nagyon nehéz. Ez a kerítés itt ki lenne szedve, akkor jó lenne. De a végén még ez... te fiú, hát hogyan fordulok el itt? Kéne egy ilyen komplet megfordulást csinálnom, ami nem olyan egyszerű. Na talán most fordulj el! Hallod, pont te fordul, bazzak, sikerült. Siker, pénz, csillogás a mozivászlón. Ja, aztán leszorítottam a Family Frostos kocsit, elévágtam apám, mint a halálos irambába, amikor rabolták a kamionokat, körülbelül egy olyan szituáció volt, szerintem a csávó az úgy gondolta, hogy na, most az összes jégkrémem az ugrott, egy jégkrém rabló bepróbálkozik. Hát aztán nem a jégkrémet akartam elrabolni, hanem a zsáb krumplikat, meg a rántott sajtokra vettem rá. Mondtam neki, adjál gyorsan, mert nincsen bót. Ez halál komolyan így volt. Még fotót is csináltam róla, hogy leszorítottam a Family Frostos guide. No, oké. Okay. Ki kellene hoznom szerintem egyébként a másikat, aztán akkor ilyen... félreelső részek, azt a betyár, ez meg nincs megtörve. Félreelső részeken megcsinálni. Jó, hát figyeljetek, ezt csinálja, ami olyan kisebb rész, azt így a Keeper azt így megoldja, ezt meg így megtöltjük, és igen, a... Mizében volt probléma, tudjátok, mivel? Mi van? Megtöltöd? Jó, ne! Ne kezd el! Ne kezd el, testvére! Jó, töltik-e már, töltik-e? Egyébként lehet, hogy van egy oldal, hogy melyik oldalon tudod tölteni, az is lehet ám. Na mi van, meddig kell itt körbehúzingálnom ezt? Hát a fiú várja, meg kell nézni, hogy mikor írja ki. Egyszerűbb, akkor ránézek, hogy mikor írja ki, érted. De azt szerintem ez most befejleltem megint ezzel a cuccal. Úgy. Ja, jó közel kell állni hozzá. Kicsit közel van ez a kettő tartal egymáshoz. Azt is átállítjuk Bowser-ra, akkor már egyformát vessünk alá. Na, oda nézzé! Azt a begyár, hallod, ez följött ide! Följött ide, itt megfordulni. Na, hát ez nem a kis pályás csávó fajta. A Challenger azért tudja dolgát. Mi meg akkor megcsináljuk az olyan részeket, amit valószínűleg ő nem akar megcsinálni. Oda nézzél, hallod! Így keresztbe kell ezzel dolgozni. Aztán már vigye meg oldva a probléma. Lehet, hogy lehúzom ezt a szélét is, és akkor nem kell annyira kijönnie. És mindjárt meglátjuk, gyerekek. Ó, nagyon jók vagyunk!
Nagyon jó vagyunk, úgyhogy akkor a mai részben szerintem ezt így meg kellett csinálni. Jó, lehet, hogy a sorskártyát elhagyok. Csomóan írtátok, meg itt tök megoszlanak a vélemények, mondjátok, hogy hát figyelj, engedd el azt a sorskártyát, tök nincs értelme már, egyébként én azzal tök egyet értek. Szerintem már nem sok értelme van a sorskártyázásnak, ilyen szinten. Na, mehetünk is. Egyébként nem nagy slipje van, nézd oda? Nem nagy slipje van ennek. Ezen a földön jól működik ez a gép. Viszont itt ugye van egy olyan probléma, hogy itt egy eléggé hepehuppás, azért itt nem aratott le, de mindegy, csináljuk gyerekek. Hát nem tudom azon a végén, hogy fog megfordulni. Figyeljetek, körbehúzom ezt a földet mindenképp, azt akkor nem kell már ugye a nagygépnek teljesen körbevinkódnia. Jó, hát ezt így bedoráljuk, ennyi van. Talán legközelebb jobban le fogja vetni. Figyeljetek, visszajövök még egyszer, meg visszamegyek még egyszer, akkor kevesebbet kell dolgozni a nagynak. Ezt a felső felét is megcsinálom, aztán ide már el se kell jönnie, ugye a beugrót, meg a másik felét is. Ó, hát gyerekek, ez így azért ekkora gépekkel most már azért lehet dolgozni elég csinosba. Na, oda nézzetek, fordul. Na, már azt meg kell néznem, hogy az hogy fog megfordulni ott. Tök jó, mert egyikben simán meg tud, látod, mert le van húzva. Hát igen, ezt így kell csinálni, gyerekek. Ezt így kell csinálni. Nagyon jók vagyunk, nagyon jók vagyunk. Van egy kis pénzünk is, van egy 2 milliónk, ugye. A birkákra kell lóvé, hogy ugye termeljék a pénzt. Vetésforgó is lesz ebbe a részbe, mindenképpen, mert szerintem ugye meg kellene növeszteni a dolgokat. Itt van ugye a permetezős csodánk. A nagy dög, azzal nagyon gyorsan le fogok tudni permetezni, szóval azt is valószínűleg meg fogjuk csinálni. Ja, itt ezt meg akarom csinálni itt keresztbe, hogy akkor már legyen valami. Így, igen, egy kicsit, ja, tudom, hogy egy kicsit szűken fordultam, de hát jó van, nincs semmi probléma. Figyeljetek, addig amíg az végez, addig ezzel is végzek, belepörgetünk az időbe, lepermetezünk, megtrágyázunk még egyszer, folyékony... Trágyával fogunk ugye dolgozni, akkor a nagy, mi az? Nagy cserebogarunk az hamar meg tudja csinálni, ezt meg itten valószínű a keeper megcsinálja ezt a sarkot ezzel már, és akkor az se lesz probléma. Várjál már, ma még én hülye vagy, nem jó fordulsz. Egyébként egy, nem tudom, a fentel szerintem én jobban tudnék ezzel dolgozni, mondjuk ennek lehet a kormányzási metódusát, kapcsolni, azt hogyan tudom? Várjál, mert akkor átállítanám. Hát hol a fasz? Ennek nem lehet, csak a kicsinek? Ugye, hogy összkerék kormányzású legyen, akkor kisebb fordulókörünk lett volna. Mert úgy látom, hogy nem lehet. Hát az elég szomorú úgy. Elég szomorkás a hangulatom, mámám. Belén szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint egy durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Gyere, 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 drága jó gitár, kell egy igaz dal, amitől a panasz hamarosan odébb áll. Nem tudom, hogy van tovább. Gyere, 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 drága cimborám, kell, hogy vigasztalj. Oké. Ja, lehet, hogy a sorskártyát elengedem, nem tudom. Figyeljetek, ha pluszot húzok, az se olyan túl sokat adna nekem már itt hozzá. Most értitek, hogy ilyen 20 000-eket nyerek rajt, vagy 20 000-eket bukunk rajt. Azok nem olyan érdeke, vagy nem annyira fontosak igazából, csak időhúzás, mert nincs is értelme azokat megcsinálni, mármint beírnom azt a 20 000-et, hát többet keresek, hogyha addig dolgozok. A negatívok azok meg általában ilyen nem menj át a sinem szivatás, ami annyira megint nem valami érdekes számomra már. Na figyeljetek! Lehúzom ezt így, keresztbe, hosszába, össze-vissza, akkor nem kell eddig eljönnie annak a nagy dögnek. És akkor megyünk a túloldalra, ott is lehúzzuk, és már meg is van a vetésünk. És már pörgetheti is az időt a keeper, közben a tojások keltet, vagy nem keltetődnek, mit csinálnak a tojások? Nyűnek a tojások, mint az őrültek.
a tigok valagából kifelé. Az is már, az egy vetésforgó után mi történik még? Hát igen, a... Gyapjú is termelődik, testvéreim az úrba. Hát még jobb, a kecskék termelik a gyapjút, nem a birkák. Úgy érzem, hogy gyerekek, itt különben egyébként akkora, és megint ugye nagy befektetés volt, ugye azért nem nagyon növekszik a pénz, és így gondolhatjátok, hát bazza, hát nem is jön a pénz, hát mi van én? Tehát ennek nem sok értelme van kiépül, mindig csak ugyanannyit vagyunk, de ugye hatalmas befektetéseket eszközölünk, és azoknak a befektetéseknek köszönhetően még hatalmasabb bevételt fogunk generálni. Érted? Érted, hogy mit mondok? Hogy oké, hogy nem jön a pénz, de amikor megjönni fog, ezek után a részek után már iszonyatosan sok fog jönni, főleg, hogyha a birkák azok bőven lesznek birkák bőven, tehát meg lesz az összes birka, akkor hatalmas pénzt fogunk megint keresni. Az a lényeg, hogy azt megpróbálom itt elérni, megveszük a 41-es földet, de akkor akarom megvenni a 41-eset, amikor búza lesz rajta, vagy árva. És akkor bőven lesz búzánk, tehát nem kell annyit foglalkozni a búzával. De evetjük, mert be az összes tárolóba mindenhova lesz annyi, mint a sár. És utána nem kell annyit vinkódni bele. Az jó. Utána akkor a birkákkal nem kell nagyon vinkódni, a birkáknak annyi kaszálat beordod. Kaszálás, ugye? Automatizálva van. Igen, be fogom rakni a... Milyen módnak nevezik? Azt a... Tudod, amivel így lehet bájtani. Mondjuk összeszedni, ez csukjam már le, hát beleesik az eső, a por beleszáll. Mindig elfelejtem. Cruise play vagy mi a franc, azt a módon berakjuk. A birkával nagyon nem is kell foglalkozni, annyi, figyeljetek, a birkával sokkal kevesebbet kell foglalkozni, mint a csirkével. Annyi lenne jó egyébként, hogyha valahogy, lehet, hogy egy eladási pontot kellene csinálni ide a csirkékhez. Figyeljetek, egy ekkora cégnél, ahol már nem is tudom, mennyi 2 millió eurót kerestünk most, ugye, 2 millió eurót. 2 millió euró, az 800 millió forint. Már lassan már inkább 900. Tehát 1 milliárd forintnyi bevételt generáló, mert így két naponta annyi bevételt generáló cégnél szerintem már megvennék helybe is a tojást, nem? Úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy eladási pontot fogok rakni a céghez, a csirketelephez, és az olyan lesz, mintha a házhoz jönnének, oda kell kivinnem, majd mit tudom, lesz egy tároló rész, és akkor onnan elviszik, olyan, mintha elvinnék a tojást. És szerintem ez így tök frankó lesz, figyeljetek, ez meg is van, húzzunk innen befele, figyelj, az meg fogja csinálni mindjárt, ott nem tudom, hogy el fog-e fordulni, hogy ott van a krasz, úgyhogy azzal lehet, hogy lesznek problémák. Mindjárt megtöltöm elő. Na ott az el fog fordulni? Az nem tudom, hogy el fog. De milyen szép ez a csirketelep. Ugye, hogy mennyire bántotta a szemeteket. El fog fordulni? Gyerekek, el fog fordulni. Ez nagyon jó. Figyeljetek, ide is kell egy ekkora nagy. Na, mi van, mi történt? Ott lehet, hogy ez túl magas neki az a part. Mindjárt. Nem, figyelj, oda nézzé. Hallod, ez kiszámolta öcsém, nem? Kisfájádik a csáv. Figyeljetek, oda-vissza egyszer lehúzza, meg is van, ennyi volt. Iszonyatosan jó. És ugye, már Ferike is mondta, hogy itt az lesz a baj, hogy nem fogom tudni kontrollálni a dolgokat, mert annyira sok munkám van. Igen, sok munkám van, de viszont ugye nagyon nagy gépek vannak, és egyre inkább tökéletesítjük ezeket a módszereket, amiket így kitapasztaltunk, és emiatt várjatok, itt viszont el kell adnom a... Ja nem kell, de várjál, ez mi ez itt? Ez folyékony, ugye? Mind a kettő. Akkor jó van, akkor nincsen baj. Hát valamelyikből megtöltjük, és akkor azt csináljuk először, bár én inkább lehet, hogy műtrágyáznék. Folyékony műtrágya. Ez bőven elég, és ez a hardy, ez tök jó, gyerekek. Hát ezzel olyan gyorsan ledurantjuk, figyeljetek, az meg mindjárt végez. Közben rá is nézek. Még egyszer, hát ez bőven jó, gyerekek. Ekkora területre is bőven jók ezek a gépek. Nem hülyeség lehet. Én meggondolom, hogy még a
egy Big Budot, Big Budot fogunk hozatni Amerikából, gyerekek, fogunk hozatni Amerikából egy Big Budot. Nézzük meg, mennyibe kerül ez a föld. Hogy az, arra azért legyen egy tartalékunk. 842 ezer, az a baj, hogy most idő van rajta kukorica, ami engem annyira nem érdekel, szóval majd az máshogy fog fölépülni. Az a gond egyébként, hogy nem van olyan, hogy szerintem már nagyon le vannak amortizálva. 2000 van benne? Nem. Nem. 2000 van bennük, teljesen jó. Viszont írtatok valamit, ami tök jó ötlet lenne, hogy, és ezt meg is csinálom gyorsan, amíg van egy kis időnk, hogy ezt a craszt, vagy ezt a, hol a krazunk? Itt van. Hogy ezt cseréljem le egy izére. Cseréljem le inkább egy normál átrakókocsira, egy modulatra arra, mert azzal sokkal egyszerűbb lenne behordanom a terményt. Tehát akkor azzal nem kellene azt csinálnom, hogy folyamatosan az urallal rohangálok ide-oda, mint a töketlen kutya, hanem azzal tök jó be tudnám önteni a tyúkokhoz, mert ugye ez alul ürít, és ez nekem annyira nem jó, és ez tök igazatok van. Fogunk venni egy modol atlar átrakó kocsit, azt meg mindjárt végez, úristen gyerekek, és már pörgethetem is az időt. Jó. Figyeljetek, ez, amikor az végez, akkor instant át is fogunk váltani. Jó, elmegyünk erre. Ki tudom húzatni. Veszünk egy modolat, várja, nem jó felemények. Itt jó. Veszünk egy modolatlan átrakókocsit. És az mindenképpen nekem jobb. Mert ugye azzal tudok akárhova, azzal akárhova tudsz üríteni. Csőből, szépen, bárhova. Úgyhogy. De viszont eladni meg nem is akarok. Mármint így gondolhatjátok, hogy hát eladni meg hogyan tudod akkor, mert ugye az volt a probléma, de eladni én nem akarok gabonát. Én nem, ugye arról beszéltünk, hogy az állattartásra megyünk rá, tehát nem fog mást vetni, mint csak azt, ami... Jó, hát ezt talán így el tudom adni, mindjárt ide bebújunk alá, hogy... Jaj, gyerekek, ha várja. Oké, okay. Hát ez igen, ez nem sokba fájt. Igen, eladjuk, oké. Okay. Ezt ki legállítjuk, visszamegyünk mindjárt. Visszamegyünk ide, ezt kihúzzuk innen, és ma pörgetjük is az időt. Ez szerintem végzett, na. Igen, ez végzett, csak itt ilyenkor nem tudom miért csinálja ezt. Jó, húzzunk be, pörgetjük az időt, gyerekek, nem tökölünk. Az a lényeg, hogy egy darab fűrész van, nagy a kereslet, viszont a foki termelést azt akarom. Gyerekek, miért nem akar megnőni ez a szar? Jó, akkor reggelig pörgetünk, hát ez van. Hát bazza, nem akar megnőni. Na, megnőtt. Jó, reggelig pörgetek, mindenképp nem akarok itt tenni. Csökönyi. 6, 7. Jó, egy jó 7.36-ig. Jó, egyébként látjátok, sokkal kisebb a lag, mivel annyi történt az egészben, hogy ugye kicsit rendezettebb. A rengeteg tojásos doboz, meg minden az nagyon össze tudja cseszni itt a dolgokat, és az nem egy olyan baráti. Na, visszük ki a hardit, ezzel meg ide szépen beállunk. Ugye a kettő vető az tök jó itt, és ezeket a vetőket szerintem nem is fogom minden elvinni, mert nekem ez a kettő vető, ez tök ideál. Úgy gondolom. Ja, azért van egy kis lag, meg hát ugye 28 darab izé van már állatól van ezen a terület, vagy ezen a mapon, ami azért tudja bántani az engine-t. Oké, okay, gyerekek, akkor vihetjük is ki azt, a hardit. Lehet, hogy meg is indítom önmagába. Meg kellene nézni közben, hogy termelődik-e valami a birka legelőkön, jó? Figyeljetek, ezt körbe kellene húznom, nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan körbe kéne húznom, és akkor simán ugye le tudja trágyázni. Csak ugye egyszer legyen meghúzva. Lehet, hogy azt kéne megint csinálnom, hogy ugye így indítom meg. Ugye, semmi gond, mindjárt meg lesz, gyerekek. Nagyon, nagyon rá vagyunk függve itt a dolgokra, oké. Okay. Ez az. Ugye most trágyázunk, ugye nem permetezünk, trágyázunk.
Jó. 24-en, nagyon jó. Jó. Egyébként jók ezek a dedikált gépek ezekre a feladatokra, teljesen tökéletesek. Jó, hogy ebben a növekedési szakaszba trágyázok. Pa, figyeljünk a bal oldalra. Mivel így eléggé látni még a földön, hogy meddig trágyáztál, bár annyira nem vagyok kibékülve én ezzel a projekttel. Mindjárt megcsináljuk itt is a szélét. Ott megmaradt egy. Ó, ja, nem végzett teljesen. Jó, van, annyi baj legyen, gyerekek. A 25 méteres vetőt nem. Azért akar visszamenni, mert ott maradt egy csík, de igazából 25 méteres vetőnek lehet, hogy nem baj, hogyha nem csapott le egy akkora részt, mert igazából tök fölösleges lett volna. Figyeljetek, ezt én így körbehúzom, és ami marad még, azt majd én majd el fogom intézni, bár azt nem hiszem, hogy sok marad, figyeld. És meg akarom indítani. Ja, itt maradt egy ilyen kis csík. Na, jó van, annyi baj legyen. Az idő pénz, ugye, meg még egyszer ezt nem kellett volna lekultizni. Ja, hát ez nem lett a legszebb. Mondom őszintén, igazatok van, aki azt írja, hogy ez elég csúf lett, de figyeljetek, idő pénz. Hogyha nagyon ragaszkodtok a sorskártyához, következő pláras részben húzunk egy duplát, aztán akkor lehet, hogy így fogjuk csinálni, hogy húzunk duplákat minden második páros részben, lehet, hogy az még érdemesebb szerintem, mint így csinálni. Kimegyünk teljesen. Egyébként azért is jó ez a nagy gép, mert szerintem ez bőven egy ekkora területet egy darab húzással meg tud csinálni, és akkor nem kell állandóan. És ezért ugye kiváltottuk például az időbe is ugye az ifát, mivel nem kell azzal vinkódnunk már, úgyhogy egy csomó minden időt spórolunk, egy csomó mindennel időt spórolunk. Az a nagy baj, gyerekek, hogy ezt ki kell rakodnom. Júj, ennek nem örülünk. Ezt ki kell rakodni. Ugye kettő ilyen gép kellene, mert így mindig ki kell rakodnod belőle a folyékony trágyát, és az a raklapokon fog majd tárolódni. Mindegy, azt kell majd elhasználni. Az a lényeg, hogy legyen egy olyan plac, ahova így kirakod ezeket a raklapokat, és akkor azok onnan fogod elhasználni, nem mindig onnan töltött a helyéről. Úgyhogy azt kell kitalálnunk egy ilyen placot. Oké, ilyenekek. Mindjárt visszatolatok, és akkor így most már ő mehet, csinálhatja a dolgot, valószínűleg, hogy hibátlanul fogja, remélhetőleg. Négy gyereken. Várjál. Még. Még tovább kell húzni, mert itt még ugye innen indulhat. Így. Jó, gyerek. Tök jó. Ránézek mindjárt, hogy ez hogy van. Jó, most kikapcsoljuk, igen, és akkor szépen csinálja körbe, jó van, nincsen semmi baj, ezt kikapcsoljuk, meg ezt is, mert ezek nincs rá szükségük. Oké, szépen ezt, oda nézzetek, hát mindjárt vége ez is. Akkor azt beszéltük, hogy kellene nekem egy átrakó kocsi, áttöltő kocsi, mit átrakó kocsi? Hú, de kár, hogy ezt nem bírja be az. Na, itt a modolatlan, 70 ezer liter, gyerekek, tök jó. Szerintem ez bőven jó. Jó, de várjál. Ennek viszont traktor kell, öcsém. Ó, mégse annyira jó. Mégse annyira jó, gyerekek. Mégse annyira jó. Traktor kell neki. Nem az, hogy kár, hogy ezt nem tudom elhúzni valamivel. Ja, mert ilyen szar volt az ilyen hülye fordulása volt, nem tetszett. Ilyen traktor kellett volna neki, gyerekek. Traktor kellett volna neki az átrakókocsinak. Mondjuk ott a Challenger. Hát az mindent is elvisz, bazd. Van egy ötlet. Valamit nem értek. Mindjárt, addig, amíg van, most van egy kis időm, ugye? Úgyhogy valamire ránézek, gyerekek. Ez hány ló? 348. Jó, hát ez nem sok, bazzer. Ez a baj, ilyen a baj, látjátok? A fent az nagyon kajak, 517. Ő meg 60-43. Ez a fent, ez nagyon kajak ez a gép, ezt nagyon szeretem. Azon gondolkodok, hogy ezt a fast track-et én lecserélném. Eladjuk a fesztreket, veszünk ide is fentet, és akkor a fentel már tudnék. Nem tetszik ez a fesztrek, ez ilyen, nekem ez ilyen nagyon, nagyon elcseszett dolog lett, sajnos.
És ide is veszek egy Fentet. Bocs, aki szereti ezt a GCB-t, de egyébként úgy láttam, hogy annyira senki nincs odaérte. Mindjárt veszünk egy Fentet. Veszünk egy ilyen 1050-es Fentet. Meg akkor egy olyan átrakókocsit. Egy kicsit lepacsappan a pénzünk, de ugye tojásból úgy is fog jönni. Mindjárt megnézzük egyébként, hogy hogy áll a... Gyerekek, ez a permetező, ez nagyon jó. Ugye le is permetezzük, be is pörgetünk az időbe. Hát 4 darab kombájnot neki fogom küldeni, gyerekek, a földnek, azt fogom csinálni. Megnézzük, hogy mennyire alatt fog learatódni. Ugye tényleg ez a rész egy ilyen challenge a challenge-be, hogy jussunk el az aratásig. Na várjál, ezt eladjuk. Nem, ez nekem nem jött be, ez nekem nem jött be. Nem jó. Kicsi a teljesítménye is. Mármint írtátok, dupla kerék, meg minden, de a teljesítménye is kicsi. Eladás, gyerekek, nem kis pályázunk, bazze. Pörögnek az események, pörögnek. Nagy traktorok. És hova vagy? Ezek is biztos nagyon jók, de valahogy nekem. Azért. New Hollandok egyébként kiestek a Pixisből. Van, aki New Holland rajongó? Van olyan? Ó, várjál már, kerékbeállítás. Az ikerkereket nem csapom rá, hanem széles gubik plusz súlyok, mert így azért van neki, van tapadásunk is, széles gumik vannak, de nincs olyan nagy helyfoglalásunk, érted? Motorbeállítás, menjen rá 1050-es nyugodtan, hát ez megint egy 373 ezer, de hát figyeljetek, van pénz lóvére, úgy érzem. Meg akkor áttöltő kocsi, akkor... A nem modomot ezzel el fogunk vinkódni szerintem. És akkor ebbe azért fél agyam, nem? Ezt milyen gyorsan tudjuk húzni? Ami traktor bírja? Vagy van ez? Nem tudom, ez milyen legyen. Legyen ez zöld, gyerekek. Mondjuk nem ilyen fos zöld. Így. Ja, várjál. Ez mi? 46, 70 ezer liter. Majdnem megvettem most a szarba. Ez itt 105 ezer, jó, megint elvettünk egy izét. Megint elvettünk egy fél milliót. De szerintem ez a kombináció jó lesz, meg a kisvetőre is jó lesz ez a Fent. Mekkora ez ki? Azt a betyár! Ez nagyon nagy. Rubikon még mindig dolgozik? Hogy a francba? Ja, ott húzza le a végét. Itt megnéz, ezt egyébként nem tudom miért csinálják, itt mindig meg akarnak, és itt visszafordulnak. Pedig nem a föld széle volt ott, el nem tudom képzelni. Mindjárt a Rubikonra vissza kell váltani, azt izélni kell. Na, hát ezt figyeljetek, ez biztos el fogja húzingálni. Ez egy jó gép. Ez egy jó gép, nekem nagyon tetszik egyébként. Úgyhogy aratáshoz ez jó, 70 ezer liter, ugye ebből tök jó be tudod engedni, hol van a csőki, igen, itt elől. Ezzel nagyon szépen be tudjuk engedni az ólagba majd az árut. Figyeljetek, ezt kint is hagyhatom a föld környékén, valahol leállunk. Viszont a Rubikon végzett, de még csinálom azt, amit ő elhagyott, meg kihozom, behozom, mivel ugye kellene permetezni is. Ezt itt hagyjuk, gyerekek, maradhat ő itt. Nagyon szuper. Rubikon, hol vagy? Itt van a közelben. Az a baj, hogy ki kell raknom belőle az árut. Jaj, de nagyon baj. Ja, meg izé, várjál, itt volt valami hibatika. Ugye ránézünk. Igen, itt. Úgyhogy akkor ne záródjál be. Hát, látni nem fogom szerintem nagyon. De itt a, látod? Ott a, itt egy csík. Itt. Itt valahol. Na mindjárt. Itt az a csík, itt van. Közvetlenül pont előttem. Úgy. Itt nem csinálta meg. Baszarok neki különben. Na jó, ennyi volt. Igen, itt valószínűleg ma a földeknek az elrendezése, az Isten tudja, hogy mi miatt csinálják ezeket a hibákat sajnos. De hát jó van. Oké. Akkor mehet becsukorásra. B. És X. És ránézek az él. Jó, megvan az egész, ugye itt azért van ez a hiba, mert ott maradt elvetetlen rész. Jó, viszont valahol ki kell rakni, és valószínű, hogy nem tudom, hova rakjam ki. Ott van főékony műtrágyám. Figyeljetek, az Isten tudja, hogy hol kell. Ide lerakjuk, jó? Ide kirakodunk. Jó. És azt hiszem, hogy az...
Ja nem, várjál, az mi? Az permetszer? Vagy mi az Isten nyila az? Ugye, figyelj, mindegy, berakom, és akkor ugye kiderül. Már eltűnik onnan. Itt van, vannak dolgok. Gyomírtó, jó van, akkor legalább eltűnik. Ezeket használjuk el mindig, jó? És mindig ki kell rakni, akkor ott egyik helyen lesz a gyomi... Egyik helyen lesz a gyomírtó, a másik helyen lesz a folyékony műtrágya. És akkor így mindig tudom, hogy azokat használjuk el. Először azt rátöltünk mindig a tartályból. Ez így valahogy így kellene lennie. Na, töltsed, töltsed, töltsed. Tűnjenek el innen, meg itt van egy magos raklap, ez is jó lenne, ha eltűnne. Ugye ezek is, minden fizikai object lagoltat, és ezeket jó lenne, hogyha nem történne. Na várjál, mert töltsed még, vagy mi van, vagy ez már nem az. Gyomírtó, ezeket föl akarom szedni innen, tűnjen el. Na, mondjuk kettő Rubikon lenne, az lenne a tökéletes, és valószínűleg fog is lenni, mert ugye meg fogjuk venni azt a nagy 41-eset, azért oda jó lenne kettő, hogy egyszerre meg lehetne indítani mind a kettőt, azt egymás után mehetne ugye a gyomírtózás, meg a más művelet is. Permetezés. Semmiképpen nem akarom azt, hogy itten cserélgetni kell. Úgyhogy még egy Rubikon fog vásárolódni, csak most egyelőre nem az a prioritás, gyerekek. Na. Mehet ugyanúgy. Szerintem. Vagy pedig megcsináljuk így. Lehet, hogy megcsinálom így, aztán akkor talán lehet, hogy még jobb lesz. Igazából ki kell tapasztalni, hogy melyik megoldás a tökéletes számunkra, gyerekek. Na. Nyomatjuk neki. Ez tökéletes, gyerekek. Szuper. Nagyon-nagyon élem. Ezeket a nagy gépekkel azért már lehet dolgozni. Nem, úristen, halljátok, egy vetés izébe szokott elni, több mint egy részbe szerintem. Hát egy ilyen 3-4 részig el szoktunk vinkodni ezzel a földdel, hogy tökéletes legyen. Most már csak azt kell csinálni, hogy belepörgetek az időbe, azt 4 kombányt ráresztek, azt Isten áldjon! Azt már is megvan ugye, megvan a csirkéknek az eledel. Főleg, ha 41-es meg lesz, az a lényeg, hogy minél több, a csirkéknek minél többet próbáljunk meg betermelni záros határidőn belül. És közben ugye etetjük a birkákat, és hogyha a birkák is föl fognak telleni, akkor megint nagyon sok pénzt fogunk elkölteni, de egyébként ez abban is jó, nézd meg, hogy ezt azt tudja, hogy ugye le tudod tolni teljesen a föld végéig. Ez egy nagyon jó funkció, mert ugye, hogyha traktor után vontatsz, akkor ugye mögötte van, tehát akkor rá kell tolatnod, de ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik ez a... Ez nagyon bírom. Ugye az elején van, és ez nagyon-nagyon hasznos, hogy az elején van a szóró egység. Ez tök jó. Oké, gyerekek. Figyeljetek, körbehúzom teljesen, szerintem aztán megindítom valahogy, jó? Szerintem ez egy jó megoldás volt, lehet, hogy a hagyományos módon leföl fogjuk indítani. De mindenképp körbe kell összehúzni. Az a jó a nagy földben, hogy akkor minél kevesebb ször kell, ugye, minél nagyobb részt fog ő megcsinálni, a körbe húztad. Úgyhogy ez fontos dolog. Hát igen, ez az 1 milliárd euró kihívásos dolog. Egyébként Ferike haver, akivel szoktam néha beszélgetni, ő azt mondta, hogy szerintem ő szerint el is engedhetném az 1 milliárd euró kihívásos sorozatot, mert igazából megvan. Mert időbe telik, de megvan, mert folyamatosan plusz pénzt megállás nélkül termelem. Szóval megvan konkrétan, csak időbe telere. És ez valahol igaz, mert hát hogyha folyamatosan plusz lóvét termelek, akkor tényleg csak az idő múlik. De hát ugye még olyan dolgokat így, szeretnék megvalósítani, amik még nem is voltak. Tehát maga a játék így még változatos lesz, tehát nem csak arról szól, hogy legyen meg az 1 milliárd, mert tényleg igazából, hogyha ezt ismételgetném, amik megvannak, akkor már meg lenne. De még olyan dolgokat szeretnénk behozni, meg be is fogunk hozni, amik így érdekessé fogják tenni szerintem ezt az egészet, mert lesznek olyan dolgok, amik nem voltak még. Na figyeljetek, ezt itt lehúzom, itt megindítom visszafele, és már kész is. Így, már mehet is vissza. Úgy, várjál. Visszatolhatunk egy kicsit, aztán rábízzuk a gépre. Nézzük meg most a gyomosodást, a trágyázás. Nem érdekel minket. Ó, már csak ez a rész vagy, gyerekek. Oda-vissza megcsinálja, csodálatos. Nézzük meg a birkákat, mert azt meg elfelejtem közben. Gondolom, ti is kíváncsiak vagytok rá, hogy mi történik itt. Na, gyerekek. Úristen!
484 kiló, 484 kiló, gyerekek, 500 kiló, és 1000 liter van egy raklapon, mennyibe veszik ezt? Jó, jön a pénz, csoda történt. És ez tök jó, mert oj, de jó. Mennyibe kerül egy ilyen? Hol van? Hol van? Hol van? 1800, mi van? Ne szórakozz. Ez az, ugye? 1800. Hát ez lószar. De várj, ez több szokott lenni. Én úgy emlékszem, hogy az ilyen 4-5000 szokott lenni. De viszont jó gyorsan megtermelte. Hány darab fér ide? Remélem, hogy több. Ide viszont kell majd egy nyerges, amiben szállítjuk. Hát, ez most akkor egy ilyen hány ezer liter? Ez egy ilyen 4000 liternyi cucc. Jó, mert innen föl tudod szedni. Ami konkrétan a mostani áron 8000-et ér. Bazd, mennyi izé van. Ide kell izé, tisztaság. Várjatok, meg nincs nézni a képpel. Tisztaság 100%. Termelékenység. Jó, gyapjuk. Mennyi van bár? 204, már termelődött 4 darab. Birka fűszére az bőven van. Egyébként nem olyan gyorsan eszik meg. Ez nem tudom egyébként, hogy mi. Mármint, hogy maga mi lesz ebből, és ez hova keletkezik, vagy mi történik vele. Jó, mindegy. Úristen! De már megint megnőtt a fű, és még össze se szedted. Szóval kaja az lesz bőven, dögivel. Oda nézzél, még össze sincs szedve. De még mindig van. Úgyhogy, úristen, úristen, mi van itt? Mi lesz itt? Jézus Mária! Na, de most ezzel foglalkozzunk, mert most a tyúkoknak a projektje van. Egyébként meg kellene vennem a birkákat az összesbe. Lesz annyi pénzünk, akkor meg fogom venni. Ugye, ez be fog érni, be fogom hordani, megint lesz egy csomó tojás, úgyhogy azt megint el fogom tudni adni, szóval lesz itt jó dolog még. Ez meg szépen megindul, remélem, hogy ott nem fogja elhagyni. Mit csinálsz, barátom? Ebben megfordulná, vagy mi? Ja, igen, megfordul. Ja, leföl megyünk, jó. Jó, csinálja csak. Belézek a tyúkokhoz, hogy kb. Mennyi a termelés, ennyit ad. Ó, már megint van egy csomó raklap. Vagyis már megint van egy csomó áru. Hát ez megint ugye be fog érni, akkor valószínűleg, hogy megint lesz egy ilyen pár milliónyi hasznunk. Pár milliónyi haszon, de durva gyerekek. Úristen, már megint tele raklapok vannak, viszont a kaja az fogytával. Várjátok, belepörgettünk az időben, nézzük meg a 41-es területen, hogy mi van. Ó, még mindig izé van rajta, kukorica, hogy arra se begye meg. És a növekedési stádiumban be van érve, remélem, hogy le fogják aratni, és akkor valami nekünk itt kellő dolog legyen. Tudom, a kukorica is jó lenne, de az a baj, oda más adapter kell, nem akarok más adapterrel vinkúrni. Figyeljetek, addig a Rubikon megcsinálja ezt a területet, addig rendezzük el a kombájnokat, és csináljuk meg azt, hogy beállítjuk az összes kombájnt. Epic jól, mindenhova, és hadd menjen. Nem tudom, nem maradt bennük áru, nem, mert kiszedte bár a keeper. Ne zárjad be az óval a csővet. Arra gondoltál, akkor úgy csinál meg. Gyerekek, kellene menteni egyet, nehogy véletlenül kifagyunk, mert akkor megbolondul a keeper. Learatjuk gyorsan ezt a területet, és ha mázling van egyébként, arra is gondoltam, hogy lehet, hogy bele is fog férni az összes. Hogy indítsuk meg, gyerekek? Figyelj, azt fogom csinálni, ezt elviszem oda. Úristen, nagyon csúszik. Miért csúszik el ennyire? Elviszem a túloldalra, megindítom keresztbe, utána megindítom a többit hosszába. Szerintem az lesz egy tök jó megoldás, mert akkor így nagyon gyorsan le tudják aratni. Na, ennyi, megnézzük. Ezt megindítom keresztbe, és három darabot meg hosszába a földön. Azt lesz szerintem a frankó, mert akkor megcsinálom a forduló részét már ugye ezzel a művelettel ennek a maradék háromnak. És akkor ezzel az utolsóval, ezzel, ami ugye itt fog indulni, ezzel meg megcsinálom a körbeszegéseket még. Kíváncsi vagyok, mennyi időt fogjuk learatni, gyerekek, mondjatok egy időt, ezt mérünk egy stoppert, hogy mennyi időt fogjuk learatni ezt a földet. Jó, mehetünk a következőre, kombájnra. Jaj, bazza, mennyi minden van itt, Jézus úristen, itt is vannak kombájnok, úgyhogy ide is kéne menni, itt vannak az ideálok. A fentek. Ez le fog menni itt kb. Középtájra. Tényleg, tippeljetek, írjátok meg, hogy szerintetek mennyire lehet fogjuk learatni ezt a földet 4 darab ekkora kombájnnal, hogy kb. Mennyi idő lesz. És az aratás végeztével... hát ez nem pont a közepe, gyerekek, úgyhogy még egy kicsit. Úristen, ez nagyon durva lesz. Ezt érzem. Jó, ez itt fog indulni.
Új, örülök. A, még ott van egy fentünk. Ez egy kicsit följel fog indulni. Ugye a legutolsó, az elfogja, amelyik fölfele megy, az majd vissza fog fordulni onnan. Tehát itt nem akarok a legvégén indítani munkást. Gyerek, így azért már lehet dolgozni, nem? Így már lehet dolgozni. Amikor majd mondhatjuk, hogy töménytelen mennyiségű pénzed van, annyi pénzed van, amit nem tudsz elkölteni. Egyébként nem tudom, hogy a... Nincs-e valami mód, valami írjatok gyerekek, hogy a... Esetleg a gyapjú raklapok nagyobb méretűek legyenek, mert egy kicsit félek attól, hogy ott azt megállásnék, gondolom kell. Az meg olyan, nem tudom, nem lenne annyira baráti, nem lenne másra írunk. Ugyanúgy, mint a tojásos raklapok, nincsen valami opció arra. Jó, akkor ez itt indul. És akkor a van ott még egy, a New Holland, talán a New Hollandunk van, ő meg ott fog indulni a végén. Ugye ott van a Johnny, itt van a kettő fent, itt meg van egy New Thing. Ami hajrá mehet. Na. Veredhetjük. Neki gond lassan már végezhetne az a Rubikon. De szerintem pont végzett gyerekek, úgyhogy tök jó. Úgyhogy akkor pörgethetünk kokosba az időbe. Be is fejezte a munkát. Közben azért ránézek, hogy tényleg minden jót csinálta, vagy jól csinálta a dolgokat. Úristen, gyerekek, négy darab kombányt megindítok, halljátok ki. Na, tippetket leírtátok? Írjátok le tippeket, mennyi darab fogja learatni a keeper. Azt mondom, ez valószínű, hogy vissza fog fordulni. Mindegy, próbálom majd rendezni őket okosba. Nézzük meg a térképet, hogy mi történt itt. A gyomosodásra vagyok kíváncsi. Gyomosodás úgy látom, hogy nincs. Úgyhogy jók is vagyunk. A Rubikont lehozzuk, közben... Ez mi volt? Mit csináltam? Nem tudom, Enter-t nyomtam, nem tudom, remélem, nem csináltam semmi rosszat. Jó, az csukodj össze, időpörgetés mehet a maximális betakarítási pontig. Annyi, hogy a, legalább kiderül, ha nincs több hely a gyapjúnak. Jó, oké, arra visszaugratok, egy pillanat, kirakom azokat a gyapjúkat. Tehát akkor csak négy az, ami elfér. Ami, bazze, mi van itt, hallod? Meg bekoszosodtak itt az állatok, mint az állat. Egyébként írtátok, hogy van olyan mód, hogy automatán kipucolja az állatok alul a mocskot. Hát megmondom őszintén, hogy ezt lehet, hogy nem csinálnám, mert az meg olyan, megnézem oda mennyire. Tisztaság 53%, szóval nem annyira veszélyes, meg tudod ezt csinálni. Jó, Mária? Hol a Rubikonunk? Itt van? Jó. Időpörgetés, hadd menjen már. Oké, okay, 2000-szeresen. Jó, figyeljetek, azzal kell valamit csinálnom, hogy több férjen oda. Mert akkor így nagyon, hát annyit tudok csinálni, hogy odaállítok ugye autolódos pótot, azt összeszedetem vele, szóval nem egy nagy dolog. Ugye nem kell visszapakolnom raklapokat, ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Jó, a Rubikont ugye visszaállítjuk ide, a gyerekek minden eszköznek ugye tök megvan a helye. Szóval helye húja. Oké. Okay. Közben átugratok oda, amíg pörög az idő, akkor meg ki tudom itt szórni menet közben a raklapokat, mert közben megint már tellik, oda nézzél. Az 1000 litereseket nyugodtan, ó, oda nézzél, bazán lehetősen látni, hogy hogy tellik, hát ez olyan durva. Azt a gyerekek potyognak le az égből a raklapok, oda nézzél, hogy tellik a gyapjú. Ezeket, azt a csudás, azt a gyerekek. Halljátok, ezek el valamit csinálni, hogy ez nagyobb kapacitású legyen, mert megbolondulsz. Bégetnek a barhak. Kecskék bégnek, a kecskék bégnek. Nincs több hely. Jó, álljál meg idő. Az a baj, hogy miattam nincs helyem. Hú, te hallod? Töménytelen mennyiségű. Na várj, nézzük meg. Állítsuk meg azt az időt. Jó. Jó. Tojás. A tojás is tele van, gyerekek. Megbolondulsz most előtt meg a tojás is. Meg kell nézni, hogy mennyire van beérve. Ó, nyérre. Jó, nyérre. Akkor mehet az aratás. Azt a meggyelmi vagy! Megbolondulsz. Tisztaság 0%, gyerekek. Az nem jó. A vízük is fogyott. Jó, a tisztasággal, igen, azzal kell csinálni valamit.
Minden esetre itt azt is kell csinálni, hogy el kell vinni ezt a rengeteg cuccot, és a tojást is el kell adni. Úristen, mennyi pénzünk lesz? Egyébként abban gondolkodom, hogy itt. Na, a nyapjú raklapokat, azt mindenképp át kell írnom, úgyhogy írjátok meg, hogy tudom átírni, vagy nem tudom. Hogyha esetleg megtennétek, nagyon szívben megköszönni a képet. Oké, mentsünk egyet, azt kíváncsi vagyok, hogy akkor ezt hogy mennyi időt fogjuk learatni. Én indítok egy stoppert mindenképpen, azt megnézzük, jó? Gyors mentés, bocsánat. Ú, de jó hosszú videó lett ez gyerekek szerintem. Oké, indítom is a stopperemet. Pillanat. Rájövök, hogy van. Oké. Nincs több a tojásnak hely, hát így jártunk gyerekek. Ez meg esetleg elindulna. Miért nem akarja? Na, végre megindul. Egyébként néha ilyen fönforgások vannak, hogy neki akarod indítani az eszközt, és nem akar elindulni. Oké. Okay. Következő. Ah! Na, így most már ezek elindultak, jó. Gyerekek. Hűcsém! Oda nézzék! És az ideálok be fogják előzni a izét. A New Hollandot úgy látom. Na, megyegetünk, srácok! Megyegetünk. Azért az igen, az azért igen. Mennyi perc? Egy perc telt el. És igen, rá is kell nézni már egyből erre a szerencsétlen hülyére, mert itt ugye meg szokott akadni, de nem tudom, hogy miért. De mindjárt tovább lendítjük, aztán akkor menni fog ő tovább, nincs is semmi probléma. Jó, már megy is tovább, szép. Oké, át kellene mennünk ebbe majd. Igen, szalmát nem szedek föl, azt ugye hogy mindenki tisztában van vele, már erről esett szó. Annyi, hogy figyelnünk kell a gépeket, hogy minden egy működjön szépen, és akkor ezt megindítom, én majd itt leszegem ezt a részét. Jó, úgy látom, minden egy működik, tök jó. 2 percig tartunk. Úgy látom, hogy ez egész. Egy gyerekek ilyen több mint egy részig tart, szokott tartani egy aratás. Elég ebben. Jó, ezt így ezt ki is lövöm. Oké. Aztán Keeper már megy is vele, mint az őrültek. Hogy legyen. Legyen munka, legyen tánc. És ezek meg szépen fordulni fognak. És az ideálok azok beverik gyerekek, beverik a izét. A fentek beverik a New Hollandot. Lehet, hogy cserélni fogunk, úgy látom, fentekre. Azok úgy látszik, hogy azok... És még a második fent is beveri a New Hollandot, lehet, hogy egyébként ez le van egy kicsit amortizálódva, majd megnézzük. Megnézzük a sebességeket, mert nagyon nem is vagyok bele tisztában. És nézzük a... Igen, kellene közben ürítenem is, de nagyon nincsen időm rá. Fú, nem tudom, hogy mit tegyünk. Valószínűleg ezt megfordítom, és akkor ez menjen visszafele, és akkor az úgy jó lesz nekünk. Oda nézzetek, fordulnak a gépek csodálatos módon. A izé már meg is fordult a középső fent, és előbb fordul, basszus, a második fent, és a izé a New Holland az még mindig ottan gondolkodik, hogy mit kellene, hogyan kellene tennie. Ezt annyit csinálok gyerekek ezzel, hogy ezt megfordítom. Várjál, nem jó vagyok. Menni kell már üríteni is. Jaj. Ezt gyorsan így elindítom, és akkor visszafele már el fog menni itt. Szóval ez is jó lesz. Na, gyorsan. Ha. Oké, át kellene ülnem a izébe. Micsoda csikokat húztunk ide, úristen. Át kell ülnem ebbe, és menni kell ürítésre. Na, induljunk! Nagyszerű gyerekek! Először ezt ürítem, és akkor sorba megyünk minden egyén. Úgy látom, hogy jó lesz. Hány percnél vagyunk? 3,5 percnél. 4 percnél vagyunk lassan. Gyorsan, ürítsed. 70 000 literes, az azért abba fér. Le tudom üríteni mind a 4-et konkrétan, és ki tudom vinni, akkor lehet, hogy először gyors sílóba belendurrantjuk. Fenn, 49%.
43%, 42%, álljál meg addig, jó, nyugodtan, nyugodtan, testvérem. 30%, 28%, bar fordulunk instant, amint lefogy, 15%, 13%, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és 1% még maradt is benne, annyi baj legyen, megyünk gyorsan a következőhöz. Egyébként lehet, hogy az CR10-hez kellene mennem, az ide 78%-on van, ahhoz kell mennem. Jó, gyerekek, nem baj, pont fordulnak, úgyhogy van annyi időm, hogy odaérjek, szóval nem fog semmi gond lenni. Nagyon jó, hány percnél vagyunk? 5 percnél vagyunk, gyerekek, 5 percnél vagyunk. És egyébként ezeket a földeket már így érdemes megmunkálni, ahogy látom. Ott az a csücsök, ez kár, hogy ilyen. Figyeljetek, olyanhoz kell menni, ami már megfordult, mert az fog gyorsabban telleni. Nagyon gyorsan, szépen húzza ezt, majd meg fogjuk látni, ha tele lesz, akkor is ilyen jó húzza ez a fent. Egyébként ez a fenten nagyon meg vagyok elégedve, nagyon szeretem ezt. Na, melyik ideálból ürítünk? Aha, az elsőből. 74%, 71, 70. És hogyha még el is látom ezt a 3 vagy 4 kombányt egyszerre, akkor az úgy még barátibb lesz, még, nagyon, még jobban tudok neki örülni. 40%, 41, 40, 38. A CR10-hez kellene mennem, de hát... Lehet, hogy inkább az ideálhoz, mert a CR10 az még most csak most fordul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Zero, ezt zero-ra leürítettük. Megyünk ide. Ez gyorsabban telik. De már csak 20-szal tudja húzni, és a slipünk 0%, tehát motorerő probléma van. 96, 97%, 97%, 98%, pont nem érünk ide, és meg fog állni. Ennek nem örülök. Pont! Nem, jaj, de jó. Mert ugye, hogyha teljesen megtelik, akkor megáll, nem megy tovább, addig, amíg leműrítesz róla, úgyhogy ez nagyon jó. Nagyon jól sikerült. Viszont a CR a 100%-on van. A CR19, ugye, a New Holland, nem baj. Szenvedjen csak, legyen csak, nyugodtan csinálja csak. Oké, gyerekek. Hány percnél vagyunk? Hány percnél? 7 percnél vagyunk, gyerekek. Hoppá, bementem elé, ugye? Bementem elé, az volt a baja. Ó, sajnos, igen. Jó, bocsánat, bocsánat. 19, 8, 7, mehetsz is. Mehetsz, megyünk a CR-hez. Bementem elé, ugye, azt nem tetszik neki. Egy kicsit időveszteség volt, de nincsen nagyon nagy probléma. Egyébként ez meg már nagyon szenved. Úgyhogy ezek, hát igen, itt vannak azért bajok. És a slipünk 8%, tehát nem az, hogy rúg, hanem az, hogy sajnos motorerő probléma van. Viszont az a gond, hogy most ki kell majd mennem üríteni. Valószínű ízébe fogunk üríteni. Silóba, hogy minél gyorsabban tudja visszajönni, de itt van mondjuk a platós krazom, úgyhogy lehet, hogy ebben benn fogom hagyni, és ki fogok jönni a platós, vagyis a billencs krazommal, azzal is ugye gyorsan tudnék akkor működni, lehet, hogy most a CR10-et úgyis azzal kellett volna, és akkor gyorsabban meg lenne volna. Figyeljetek, ez, annyit csinálok, hogy ezt ide állítom, és már is megyünk a platós krazért, amelyik itt van hátul. Nem, egy elodébb. Az a baj, hogy időveszteség lesz, és mihez kell mennem? A idejéhez kell mennem, a John Deere-hez, mert ő a 74%-on, gyorsan menjünk gyerekek, abbe befér azért egy adag, ugye, egy ürítés. És hol van a John Deere-ünk? Ott van a John Deere-ünk, jó messze. És azok itt össze is fognak lassan érni, sőt, jó, hogy idejöttem, mert tudom akkor így menedzselni ezt a két gépet. Úgy látom, ez pont összeérés lesz, úgyhogy itt kiugrunk és ugrunk bele a Johnny-ba. Igen, pont átvesszük tőle az irányítást. Félre megyünk egy picit. Oké. Így. És tökéletes, jó időzítés volt, jó időzítés volt. Nyomunk egy hát, csinálja csak nyugodtan, mi meg már állunk is mellé ezzel a géppel. És már érzékel is, hogy itt vagyunk, nyugodj meg. Üríts. Üríts.
Mondjuk ebbe bele is fér volna, ahogy nézem, de így legalább tovább tudom passzolni egy másik helyre, ami nem lesz más, mint itt mehet tovább majd alul. Jó, ürics ki az egészet. Ó, a francba nem jól álltam ide alá. Megint időt veszítek. Jó, oké, figyelj. Ez itt marad. Megyünk a fenthez. Ez meg itt útba lesz. Be fogjuk vinni ezzel. Induljunk el már! Induljunk el! És nem slip problémájuk van, mert ilyen minimál slipünk van, tehát nem nagyon csúszik sajnom a... És a motorlód is nem értem, hogy miért 93%, ami... Úristen, ez meg itt fordul. Mondom, mi az? Jön egy gép ki a izéből? A telepről? Aztán közben meg ez itt fordult. Gyerekek, nagyon el van találva, nagyon kivasszával van, minden mennyi időnk van. 10 perce aratunk, gyerek. 10 perce aratunk, nyomok egy pót, kinyitjuk és már állunk is ide mellé, ez jó, mert nem is kell ráállnunk. Már így szépen bele tudjuk engedni. Oké. Nézzük, mi a helyzet? A izével kellene valamit csinálni nagyon gyorsan, ezzel a kombájnal, mert ez itt még pihen. Mondjuk van benne még 50... Ne, nem ürítette ki, mert már eltávolodtam. Událom. És ott az a izé, az meg fog állni, sőt meg is állt. Ez az ideál, aminek nem örülünk. Gyorsan, 17, 15, 16... Már mehetünk is, gyerekek. Csőbe, ez meg mehet indulat arra. No problema. Az a kettő össze fog érni, úgyhogy azzal kell mindjárt csinálnom valamit. Jó, ez mehet. Itt van nekünk egy kombájnunk, aki tolat szerintem, ami nagyon nem baráti, hogy tolatsz. Úgyhogy ő vele csinálunk mindjárt valamit. Besegítek neki egy picit a munkába, aztán mindjárt itt el is indítom, srácok. Így egy kicsit szedje be annak a sarkát. Aztán már mehetsz is, testvérem, az urba. Jók vagyunk. Mi a helyzet? Itt ez a kettő most. Nagyon mázli volt! Nagyon mázli volt, csak az nem nagyon mázli. Hogy? Megvan telve. Mennyi ma? 92%-on az ideál, de viszont az jó, mert... Az elég is lesz neki, tehát be fogja tudni húzni azt a kis részt. De a legvégére állhat nyugodtan. 97-98%, ez nagyon ki van számolva. 99%, oda nézzél, pont, tökéletes. Jó, ebben nem fog nagyon sok férni, de ne kezdjél tolatni, testvérem. Állj meg! De mi a f... Mi van? Úgy, valami legyen. Jó, az végez, az ott csinálja. Mi a helyzet? A CR is bőven, úgy látom, hogy elég lesz neki. Ez amennyit tud, az kiürít, és akkor megindul visszafele. Sőt, egész jó voltunk, 54%-ra leürítettük. Ó, és akkor meg is indul visszafele. És meg is vagyunk konkrétan gyerekek, szinte az egésszel a... A CR az biztos nem is fog már ráállni a földre, teljesen fölösleges lesz. De figyelj, elindítom így, hogy ennyire van betörve, ezt elindul arra fölfele, hallod? Miért nem így indul el? Miért nem így? Így akarom, hogy elindulja, testvérem. Na hol van a CR? Pont kiért, láttad? És akkor nyomunk egy ilyet. Itt a sarkot megcsinálja a Keeper, itt maradt egy kicsi, ez még... És akkor mehet is üríteni az innen. Szóval nem kell itt izé vinkoldnom. Pont jól ért ki. Oké. Csövet kiengedjük. Üritek az átrakóba. Szerintem. Az átrakóba üríthetek. Mert ugye, úgyis a tyúkokhoz fogom beöntözni. Így bazze, ez nagyon megindult. Így beindult a legvégén. Gyerekek, el kell adnom megint a tojást majd. Jó. Nézzük, hogy mi a szituáció. Mennyi vannak ezek? Ez 64-en, a másik az többen, mert ugye abban volt már abban 70-en. Jó, hát nagyjából el fognak ezek itt tevickélni. Be kéne hoznom a üzét. Be kéne hoznom a búzát. És 73-70, ezek egyébként ezek jók lesznek. Itt már nem fog nagyon megtelni, maximum. Az a felső fent, amelyik meg fog telni. Itt meg ugye
nem tudták lehúzni egyszerre, szóval akkor nem tudom, hogy állunk. Az a baj, elég masszívan tele van minden. Ki kell hoznom, bazza, pont az átrakó. De ilyenkor az átrakóból megőrít ki, ugye? És hogy ez így jó nekem. Ugye? Ez így működik? Elvileg úgy működik, ugye? Úgyhogy ez tök jó. Tehát ugye a kombájnnal beürítettük az átrakóból meg ugye ment ki. Jó, menjünk. Tövet be. Ez a kombájn már nem kell itt. Mehetünk kifelé. Nagyon gyorsan. Minden tele van, gyerekek. Nem tudom, hogy mit ürítsek először. Ja, a tojásnak nincs hely, úgy látszik, megtellett az megint a tojás dolog. A felső izét kéne, a felső fentet kéne üríteni, mert a többibe szerintem már bele fog férni. De azok be fognak tudni jönni, és ki tudnak üríteni egyből a silóba, úgy van, vagy ahova, bárhova, ahova akarjuk. Ezt a felső fentet kellene üríteni, majd ha megfordul, akkor kiürítjük. Megnézzük a másik kettő, mi a szitu. Ebben mennyi van? Hát ebben 99, úgyhogy ez nem valószínű, hogy le fogja tudni azt aratni. A másikba, az ideálba, abban 80, az valószínű, hogy ezt le fogja tudni. Ami jön szembe. Nem, abban 93, hát imádkozzunk, hogy ez bele fog férni. Viszont ez meg pont 100-ra tellett. És mennyi idő? 16. percben vagyunk, gyerek, 16 perc alatt learattuk az egészet, úgy látom. Hát ez meg lehet, hogy még belefér ebbe, úgyhogy itt ezt lehúzza a keeper. Ugye itt az ilyen domborzati problémák miatt nem akarja. Itt még mindig 99%-on vagyunk, gyerekek, azért az keményen. 99%. És 100%, az már nem fér bele lúl. És az meg 98-on már, úristen, akkor már nem kell üríteni, mindenképp. Tökéletes, gyerekek, megvan, azért ki van találva itt minden. Jó, az megtelt. Mind a kettő meg fog telni, valójátok pont nem lesz jó. De azt szerintem a felső, hát ugye azt nagyon lassan aratja, mert nagyon sokszor kell oda-vissza forgalodnia. De hát ez ilyen. Figyeljetek is, még maradt 1,9 millió, pedig azért vásároltuk is, ugye traktor például, átrakókocsit is megvásároltuk. Úgyhogy egész jó vagyunk. A birkákat meg kéne venni, a birkáknak át kell valahogy, valamit kell, valami modot szereznem, hogy több férjen oda. Azonban, hogy 4 darab raklap fér oda, az nagyon kevés. Meg oda kell vennünk mindenképp valami manitút, amivel ugye ki tudom szedni ott azt a cuccot. Elvileg vissza kell öntenem a kajához, vagy hol kell, hogy ezt el kell oda, onnan pakolnom, nem tudom pontosan ez, hogy működik. 25, 24, 23, 22, és a másik ideális nyílem van, de jó. A másik ideális nyílem van, hát abból oda is elmegyek, azt ürítek egyet. Ebbe. Igaz, hogy nem sok fér bele, de szerintem annyi belefér, amennyi elég neki majd, hogy ott ezt learassa. Gyerekek, 20 perc alatt megvan konkrétan az aratás. Az elejétől a végéig, úgyhogy be van hordva a cucc. Hát szerintem ez nem a rossz verzió. Jó, itt amennyi belejük fér, aztán mehetsz, gyerek, azt már arasd le, hallod, ne vicceljél velem. Mi van, meg ennyire megmókultál? Ha! Indul meg! Csak jó lesz ő, mennyi vagy? 92%-kal, nem hiszem, hogy megtelik azon két soron, ha meg, akkor itt van a fent az átrakóval. Jó, gyerekek, akkor mi a szituáció? Hát igen, a silóra ortunk be bőven cuccot, sőt szerintem már lassan bele se fér. Annyi a lényeg, hogy el kell osztanom a csirkéknek a kaját. Itt meg lehet, hogy kisebb tudott már üríteni, mert agyivar. Kombájnak kiürítettek? Nem biztos. Ezt bele se öntöm már, mert most egyelőre nem. Fölösleges. Ez 94%-on van. Várjál, nem ebbe akartam, hanem zöldbe akartam. Jaj, te fiú! A zöldbe! És akkor ezeket szépen ide beállítjuk. Meg kell nézni, hogy mi van a izével. Mert ugye megint időpörgetés van. Meg kéne nézni, mi van a földdel.
a 41-essel, hogy akkor ugye meg tudnám venni esetleg. Na figyeljetek, kombájnokat azokat ide sorba, ami már nem kell. Az meg már megint az a baj, hogy igen, az ideálban megint 100%-on már nem tudtuk leüríteni megfelelőképpen. Úgyhogy ezzel itt elcsesszük az időt. Na figyelj, akkor inkább azt csináljuk, hogy ez ebben... Ez üresen itt héderezik. Az az ideál, meg ott neki át tolatni megint. Nem baj, majd átveszem az irányítást, ezt legalább akkor jó lesz nekünk. Na figyelj testvérem, ennyit nem tudta learatni, most ezért itten kell vinkodni veled, hallod. Na ürítsed le akkor ide papának. Van, ja, itt tolat egy ideál. 6% cuccal. Ja. Na konkrétan 20 perc alatt megcsináltuk az egész föld aratását, 4 darab kombájnnal. Még egy picit finomítani is lehetett volna rajt, lehetett volna ennél gyorsabb, de amúgy egyébként egyáltalán nem volt rossz, szerintem tök gyorsak voltunk. Itt megpróbálok fölmenni. Azt beállok a másik mögé, csak előtte egy gyors ürítést kéne végeznem. Ide bele a silóba. És akkor a tyúkoknak be tudom oldani már az árut. Oké. Okay. Lehet a New Holland, egyébként a New Holland nem vagyok tökéletesen megelégedve, lehet, hogy egyébként le is van egy kis... Igen, egy picit már le van amortizálódva. És igen, már a 80, akár, vagy 80. rész környéken vagyok, és még mindig nincsenek lemosva a gépek. Ugye? Gondolom, ezt így megjegyeznétek. Oké, okay. Ez is megvan. Ide beállunk a 4 darab kombájnnal. Oké, okay. Megnézzük az utolsó ideál, hogy mi a szar csinál már. Igen, ez egy eléggé lassú folyamat neki. Ugye Keeper átvett a parancsnokságát. Ebbe is egy pár százalék lesz, ezt beleürítem mindjárt ebbe a fentbe. Aztán no probléma, gyerekek. És akkor meg is vagyunk. Igen, kezdenek leamortizálódni a gépek, valószínűleg meg kéne javítanom őket. Meg kell nézni azt a földöt, hogy mi lesz belevedve, mert amikor, és meg kell venni mindenképpen, birkákat kellene venni, egyébként következő részben rámegyünk egy kicsit a birkázásra, szereztük most ugye elég sok, egy passz, gyerekek, hallod? És komolyan a vetéstől a permetezésen át, az aratásig minden sikerült megcsinálni egy darab részbe. Ez nagyon durva, meg még ráadásul a rész elején el a tojásokat izéltük, vinkoltuk. Egy ekkora területet már ilyen gyorsan meg lehet csinálni. Valószínűleg egyébként a 41-es területet is, ami sokkal nagyobb, meg tudnám ennyi időt csinálni, mivel ugye nem is a folyamatok, hanem a gépcserék, meg igazából így a logisztika több időt vesz el, mint maga a folyamat. Mert így, ugye a kombájnoknak így a rendezgetése, akkor a gépeknek ide-oda hurcolod, ez elég sok időt vesz el, szóval szerintem jobban járnánk, hogyha minél nagyobb területet csinálnánk ezt. Egyébként ott is van fűves rész, ugye azt meg... Ja, és el is adtam, mivel ugye nem itt lettek a birkák. Egyébként jobb is, hogy nem itt lettek a birkák, mivel eléggé lagoltatna, ugye minél közelebb, minél több minden van egy helyen, azért az azt a betyár. Megdobta a föld? Nem én voltam. Nem én voltam, hanem. Úgy gyerekek, ide nézzél. 4 darab ekkora kombány, dik, ekkora területre, azért az elég epik. De ugye nem ezt a területet akarom elsősorban megmunkálni, hanem a 41-esre át fogunk ugrani. Jó, gyerekek, el is búcsúzom, behozom én a fentet, még annyit csinálok, de töltöm is fel azt a részt, remélem felkerül ma, és tényleg bocs, hogy nem azon múlik a feltöltési sebességem, meg nem az akaraton, hanem az, hogy az rohadt YouTube elég lassan dolgozza fel újabban ezeket a videókat. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!